ami 215 fokra fogja felmelegíteni ezt a műanyagot. Itt éppen Füki Gyula, az Alba Innovár oktatója stábunknak mondja el, hogyan működik a 3D-s nyomtató, amit 14 éves kor felett bárki kipróbálhat ingyenesen a Belvárosi Digitális Központban január 27-én. A foglalkozásra a gyermek 18 év feletti kísérőit is várják. Az oktató elmondta, fontosnak tartják az ehhez hasonló nyílt napokat, mert itt lehetőségük van a székesfehérváriaknak megismerni a digitális világot és az Alba Innovár munkáját. Azért tartanánk ezt fontosnak, hogy ne csak a gyerekek találkozzanak az új technikával, hanem a szülők, nagyszülők is, hogy egyrészt lássák, hogy amikor a gyerekek eljönnek ide, akkor pontosan mivel is foglalkoznak, másrészt pedig tényleg ők is láthatják egy kicsit a jövőt. Füki Gyula arról is mesélt, hogy egy ilyen nyílt napon milyen programokon vehetnek részt az Alba Innovárba látogatók. Két helyszínen fogunk majd foglalkozásokat tartani. Egyrészt az alaksorunkban van egy szabadulószoba, ahol 3 és 6 fős csapatokat várunk. Itt 3 ilyen foglalkozást fogunk egymás után tartani. A többi foglalkozásunk fent lesz az emeleten a foglalkoztató termékben, ahol először egy kis 3D nyomtatással fognak foglalkozni. Utána megnézik ezeket a kis Lego Spike robotokat, hogy ők hogy is néznek ki, milyen alkatrészeik vannak, milyen szenzoraik vannak, hogy lehet őket programozni. Az eseményre regisztrálni a képernyőn látható weboldalon lehet, de ha a január 27-i foglalkozásra nem tud eljutni valaki, a Digitális Élményközpont havonta tart hasonló díjmentes foglalkozásokat.